new world order, a world where the rule of law, not the law the jungle, governs the conduct of nations. Biztos vagyok benne, hogy el fog jönni az az idő, amikor a tömegek is megértik, hogy amiről szó van ezen a csatornán, és a hasonló jellegű csatornákon az a valóság. Ezzel mindenkinek előbb-utóbb szembesülnie kell majd. A cél nem az, hogy meggyőzek bárkit is az én saját álláspontomról. A cél a kezdetektől fogva az volt, hogy bemutassam a bizonyítékokat, és azután mindenki levonja a következtetés saját magának. Néhány érdekességet szeretnék bemutatni az új világrenddel kapcsolatban, amiről már rengeteg szó esett korábban. Ezúttal azonban a közéletből fogom a cikkeket válogatni, bemutatván azt, hogy ez egyáltalán nem titok már, ugyanúgy, ahogy semmi más, ami eddig okultnak számított, vagy titoknak, vagy titkos társaságnak, az már a teljes mértékben a nyilvánosság előtt zajlik. Ez a mandiner.hu és Szijjártó Péter arról beszél, hogy új világrend született. A világgazdaság és világpolitika változásai új viszonyrendszert hoztak létre, amelyben szövetségesekre van szükség. Magyarország számára, Törökország egy ilyen szövetséges. Ezt mondta Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter szerdán, Isztambulban. Hosszú ideig rejté volt számomra, hogy milyen szerep jut majd hazánknak az új világrendben, de azt kell, hogy mondjam hogy ez a rejték kezd szerte foszlani. Azt nem értem, hogy ezt hogy nem vettem észre eddig. Mi egyértelműen az orosz-iráni török vonalhoz tendálunk. Ami azt jelenti, hogy szembe fogunk kerülni az úgynevezett nyugati hatalmakkal. Szóval, ha valaki az életét szeretné tervezni, akkor ezeknek a tükrében teheti meg azt. Az teljesen nyilvánvaló, és ez egy rejtély, még egyszer mondom számomra, hogy ezt hogy nem vettem eddig észre, hogy mi Oroszország, Kína, Törökország, és Irán felé tendálunk sokkal inkább, mint a nyugati világ felé. Hogy ennek mi a végső célja, vagy mi az értelme, azt nem tudom, de az kétségtelen, hogy az úgynevezett vezetőink viselkedéséből erre lehet következtetni. Arról beszél Szijjártó, hogy két ország vezetői között nagyfokú bizalom jött létre, melynek egyértelmű haszon élvezője a gazdaság. 2018-ban 3 milliárd dolláros volt Magyarország és Törökország közötti kereskedelem forgalma. A magyar miniszter felszólalásában emlékeztetett, új világrend született, amelyben azok az országok lehetnek sikeresek, amelyek kellő számú és erősségű szövetségest tudnak gyűjteni maguknak. Magyarország számára Törökország egy ilyen szövetséges. Erről már volt szó korábbi videóban, úgyhogy nem szeretnék belemenni, de még néhány dolgot hagy mutassak meg az új világrenddel kapcsolatban. A privátbankár.hu 2018. január 12-én ezt írja. Új világpénz születik, vagy új világrend? Hogyan törhetett ki ekkora mánia? Érdekes, amiről beszélnek, miközben a bankok befektetési szolgáltatók számára sorozatban érkeznek a jelentős és méreható szabályok, melyek alapjaiban rajzolják át a válság előtti időkhöz képest az üzletágokat, Ugye eközben világszerte milliók helyezik el megtakarításaikat egy olyan piacon, amelyet senki sem felügyel és senki sem szabályoz, és senki sem tudja, hogy mi lesz belőle. Az egy rejtés számomra, hogy hogy nem világos az embereknek, hogy mi történik, és az érdekes az, hogy aki tud olvasni a sorok között, az láthatja, hogy miről van szó. Arról beszélnek, hogy már most történik az új világrend pénzügyi szabályrendszerének a végrehajtása, illetve a kivitelezése, Ugyanakkor az emberek még a régi világrend bankrendszerében, ezen a vadnyugaton próbálnak meg valamilyen formában a pénzükkel manőverezni, nem értvén azt, hogy mikor ez a rendszer összeomlik, ők el fognak veszteni mindent, miközben már egy új rendszert felállítanak. Ezt a válságot, illetve a korábbi válságokat használják fel arra, hogy létrehozzák az új világrend pénzügyi rendszerének törvényi szabályozását, miközben hagyják, hogy az emberek, ebben a teljesen bizonytalan rendszerben mindent elveszítsenek. Arról beszélnek, hogy egy szerencsés olvasó nem is tudja, hogy mi az a MIFID, a MIFID 2, az EMIR, a Basel 3, a Basel 4, vagy éppen a GDPR. Sőt, arról beszélnek, hogy sokáig lehetne sorolni az angol rövidítéseket és mozaik szavakat, melyek mindegyike önmagában is nagyon jelentős és méreható szabályozói előírásokat és változásokat takar a banki és befektetési szakmákban. Tehát szépen lassan alakítják át a szférát úgy, hogy közben hagyják, hogy az emberek egyre jobban belegabajodjanak úgy, hogy fogalmuk sincs, hogy miről van szó. Figyeljen mindenki arra, hogy mi az, amiről most beszélnek. Arról már sok helyen és komoly szerzőktől is sokat lehetett olvasni, hogy az elmúlt 7 évben, a válság óta az elmúlt 7 évben megszületett és bevezetett, vagy bevezetés alatt álló banki, Tőkepiaci szabályozások mennyiben folytják meg az iparági tevékenységet, lehetetlenítik el magát, az üzletet, veszik el a likviditást a termékektől, azaz a válság előtti leszéfertipusú szabályozás átcsapott jelentős mértékű túlszabályozásba. Természetes, hiszen ez lesz az új világrend pénzügyi rendszere. Még most lehetőség van arra, hogy mindenki a vadnyugaton próbáljon valamit elérni, azonban a következő válság el fogja hozni az új rendszert, amit ők már most vezetnek be szépen lassan. Mert esetleg akit érdekel a jelenlegi pénzügyi rendszernek a szabályozási rendszer, ez a leszé fair, amire utaltak, a neve annak a felfogásnak, hogy a kormányzatnak csak a lehető legkisebb mértékben szabad befolyásolni a gazdasági tevékenységeket, a döntéseket a piacra kell hagyni. A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, így folytatja a privát bankár. Mindezek mellett különösen érdekes, hogy pontosan ezzel a szabályozási hullámmal egy időben kezd el terjedni a világban egy új technológia, a blockchain alapjai működő kriptodevizáknak nevezett mánia. Arról beszélnek, hogy a kriptodevizák kereskedelmére tősdék tömkelege jött létre, és egész világra kiterjedő szolgáltatást nyújtanak. Egy útlevel fényképével számlát lehet nyitni, ahogy sok országban akár anonim számla is nyitható, amely számlára a bankkártyánk segítségével pár perc alatt pénzt tudunk tenni, és már kezdhetjük is a kereskedést a kriptodevizákkal. Ezeket gyűjthetjük egyébként digitális pénztárcákba, vagy pedig felhasználhatjuk az úgynevezett digitális pénzváltókat. Egy-egy kriptot deviza napi forgalma messze túlszárnyalja ma már nem egy ország, hanem akár egy régió napi összesített tőzsdei forgalmát is. Ilyen a mánia, vagy pedig buborék, vagy éppen a paradigmaváltás. Azt írják, hogy mindeközben letarolja a világot az új mánia, ahol nincsenek szabályok. Ezt próbálom elmagyarázni már nagyon régóta az embereknek. Mindezek a dolgok egyáltalán nem véletlenszerűen történnek. Semmi nem véletlen a világon. Természetes az, hogy a teremtő keze mindenbe benne van, de a világot irányító és uraló elit az ellenség segítségével egy nagyon régi tervet hajt végre, és ennek a tervnek láthatjuk mi a végkifejletét tulajdonképpen. Minden le fog égni, ami a régi világrendhez tartozik, és annak a poraiból fel fog majd épülni egy új világrend. Gondoljon bele mindenki, 2018. november 30-án azt írja az Origo, hogy a szemünk előtt formálódik az új világrend. Arról beszélnek, hogy egy lépés választ el minket az új világrendtől, az egypólusú rendszerből araszolunk át a többpólusú berendezkedés felé, kérdés, milyen lesz az átmenet. Természetes, hogy ők nem értik, hogy mi az, ami történik, vagy pedig szándékosan hazudnak, hiszen az a mostani világrend az egyáltalán nem egypólusú, de az új világrend az mindenképpen az lesz. Az új világrend lényege az, hogy egyetlen egy kormány lesz, és az fog uralkodni az egész világon. Arról beszélek itt, amiről már én is nagyon sokszor beszéltem. Új világrendben élünk. Hozzáteszem, hogy Origo teljesen félreértelmezi a helyzetet, és ezért rossz következtetést von le, de egy dolgot azért megmutatnék. Azt mondják, hogy az új világrend már elkezdődött, és a régi világrendnek az utolsó évtizedét láthatjuk. Ez hangzott el, a Pallas aténi Innovációs és Geopolitikai Alapítvány új világrend konferenciáján. Világos? A bizarr az egészben az, hogy már 500 ezer határ átkelőhely működik világszerte, és erre figyelj mindenki, ami most következik. A városiasodás nyomán 40 nagyváros adja nem sokára a világ GDP-ének 80 át 40 város, a világ GDP-ének 80%-át adja. Ez Csizmadia Norbert mondta, aki a Pallas az aténi innovációs és geopolitikai alapítvány kuratóriumi elnöke. Ennek rövidítése PAI Geo, és ez itt Anton Bendarzewski, aki az Új Világrend című konferencián szólalt fel. 2018. december 14-én az első világháború.com oldalon ezt olvashatjuk, új világrend született. Új világrend született címmel rendezett nemzetközi konferenciát az első világháborús centenáriumi emlékbizottság és a 20. század intézett december 12-én a Várkert bazárban. Érdekes módon egyre másra rendezik az új világrend konferenciákat, még Magyarországon is. A konferenciát az új világrend című blokkal Schmidt Mária előadása nyitotta meg. Ime egy érdekes kép, új világrend született, vagyis New World Order was born. We have a real chance at this New World Order. We have a real at this new world order. 2018. november 9-én a blick.hu arról írt Orbán Viktor, ezt mondta, itt az új világrend. És az nyilvánvaló gondolom mindenkinek, hogy én nem elsősorban a blikket tartom az információ forrásomnak, de amit demonstrálni szeretnék ezzel az az, hogy az egész világgal elfogadtatják és normalizálják ezeket a dolgokat. A kifejezéseket, az egész életformát. Ezért jelenik meg ugyanaz a hír rengeteg különböző fórumon. Láthatjuk azt is, hogy ugyanazt az ostobaságot mondják, hogy új többpólusú gazdasági világrend van kialakulóban, az új erőközpontok között pedig Kína áll az első helyen. Természetes az, hogy hazudnak és szándékosan félrevezetik az embereket. A lényeg azonban nem ez. A lényeg az, hogy aki a sorok között tud olvasni, az láthatja azt, hogy mi következik. Sőt, ha már Magyarország diplomáciai helyzetét elemezgetjük, akkor láthatjuk azt is, hogy azt mondja Orbán Viktor, hogy a közös érdekek keresése a feladatunk Kínával, illetve Magyarország és Kína között fennálló 70 éves diplomáciai kapcsolatot is méltatta. Emellett az új korszak siker történetének nevezte a térség és Kína gazdasági kapcsolatát. Azt mondta, hogy ha bocsátunk ki külföldön kötvényt, az keleti irányba fog történni. Sőt, azt szeretnék, hogyha a két oldalú kereskedelemben a yuan lenne az elszámoló pénz. Napi.hu pedig ezt írja, 2018. július 21-én ez az új világrend, így kell hozzá idomulni. Szerintük Donald Trump elnök legutóbbi megnyilvánulásai nyomán egy teljesen új politikai világrend képekez kirajzolódik, amelyben az Egyesült Államok évtizedes szövetségi rendszerekből való kilépéssel fenyeget, és az eddigi szövetségeseket egyre inkább úgy kezeli, mint versenytársakat, esetleg ellenségeket. Ezt ugye ők a Market Watch összefoglaló elemzéséből szedték. Arról is beszéltem már nagyon-nagyon régen, hogy Donald Trump lesz az, aki nem csak az amerikai társadalmat fogja szétzilálni, hanem az egész világot. Ő erre lett kiképezve, ezért lett kiválasztva. Minden politikai szereplő kivétel nélkül egy színész. Donald Trump szerepe az, hogy megossza az embereket. És az a helyzet, hogy ebben tökéletes. Nem azért tökéletes, mert ő ilyen, hanem azért, mert őt így képezték ki. Politika nem más, mint egy színház. Az egész világ tulajdonképpen egy színház. Ha valaki nem hisz nekem, akkor olvassál ezt a cikket. Az elmúlt hetekben a Wall Street elemzői egyre inkább kezdik ezt a lehetőséget is számba venni, mint a lehető legrosszabb forgatókönyvet. A legrosszabb forgatókönyvnek az oka, hogy Trump elnök nyilvánosan is megkérdőjelezte az olyan szövetségi rendszereket, mint például a NATO, azt tiszta és mindenki tudja, hogy az Egyesült Államok az egyetlen nemzet, ami az úgynevezett Párizsi klímakonferenciát nem fogadta el, illetve az ott hozott döntéseket. Az USA szembe fog helyezkedni szépen lassan az egész világgal pontosan úgy, ahogy azt a proféciákban olvashatjuk az írásokban. Az amerikai Egyesült Államoknak ez volt a szerepe, a nagy parázna Babilon, aki az egész világot megfertőzi. Mostanra, mivel megfertőzte, nincsen rá szükség, ezért őt le kell rombolni annak érdekében, hogy egy új világrendet felállíthassanak. Ezt úgy fogják megtenni, hogy az USA lesz az, aki szembe helyezkedik majd a világgal, ezért mindenki ellene, illetve Izrael ellen fog támadni, illetve harcolni. Ezért mondtam azt, hogy jelentősége van annak, hogy úgy tűnik, hogy mi Törökország, Oroszország és Kína felé tendálunk. Az Egyesült Államok és hagyományos szövetségesei közötti kapcsolat megromlása ráadásul olyan időszakban történik, amikor a kereskedelmi háború miatt amúgy is növekszik a bizonytalanság a világgazdaság kilátásai körül. Persze, hogy így van, hiszen ezt így irányítják, ez az egész folyamat így van alakítva. Trump szlogenje is egyébként erről szólt: Amerika az első, egyébként Make America Great Again, azaz Tegyük Amerikát nagyszerűvé újra ami egy egyértelműen nacionalista, illetve lokál patrióta szlogen. A mai liberális világban ez nem fog működni. Pontosan ez a lényeg, ezt mondtam. Az ő szerepe az, hogy megossza a közvéleményt minden szinten. Odáig fajult ez a helyzet, hogy az egyik legdurvább feltételezés szerint akár a WTO-ból is, ami ugye a World Trade Organization, de egyébként a világkereskedelmi szervezetből is kiléphet az USA. Ezt egyébként a JP Morgan szakértője mondta, és ha valaki tudja, akkor JP Morgan szakértői, hogy mi az, amire számítani lehet. Most én nem azt mondom, hogy ez lesz, csak azt akarom megmutatni, hogy amiről én itt beszélek három éve, az szépen lassan körvonalazódik mindenkinek a szeme láttára. It is a big idea, a new world order. It is a big idea, a new world order. It is a big idea. A new world order. De nézzük meg a geopolitika.hu weboldal. Ez egyébként ugyanaz a PAIGEO szervezet, amiről korábban szó volt, és ez a 23-as podcast az új világrend kialakulásának várható következményei. Az új világrend kialakulása ma már megkérdőjelezhetetlen folyamat, melynek végkifejletét azonban nem látjuk pontosan. Tiszta sor, erről beszél mindenki már. Ez elkerülhetetlen, aki ezt nem látja, az nem is tudom, hogy hol élt eddig. Az Egyesült Államok és Európai Szövetségeseinek dominanciája csökken. Klemensics Péter beszélt egyébként az új világrend legfontosabb jellemzőiről, ugye egy podcastban, amit ezen az oldalon meg is hallgathat, akit érdekel. Abban igazuk van, hogy a világ egyre inkább kétpólusú lesz, és szerintem ez lesz az a két pólus, ami okozza majd a problémát, hiszen a két csoportosulás ellentétbe fog kerülni, és a háború az ugye ennek az ellentétnek a következménye lesz. Azonban az igazi új világrend, amiről ők nem beszélnek, az ez után fog bekövetkezni. Ami viszont mindenképpen egy egypólusú világrend lesz, hiszen egy kormány lesz. A nyugati országok túlsója már nem fenntartható, ezt ugye a világvezetői régen felismerték, azonban pozícióik védelmében mindent megtesznek. A változás elkerülhetetlen olyannyira, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának bővítése is napirenden van. India, egyes afrikai és dél-amerikai országok a lehetséges jelöltek. Ez a beszélő.hu cikke egy új világrend felé. Ez egy hosszabb lélegzetvételű cikk, akit érdekel elolvashatja, arról beszélnek, hogy a világot ma fenyegető politikai válság lényege, hogy még nem alakult ki az új világrend, amely helyettesíthetné az eltűnt régit. ponton ragadnám meg az alkalmat, hogy mindenkit ide csak ez a Donald Trump lejátszási lista az Infobubble csatornán, ahol én már nagyon-nagyon régen beszéltem erről, hogy a régi világrend széthullása, illetve Donald Trump, az új világrend kialakulása és hogy mi is az ő szerepe ebben a nagy színházban. A lejátszási lista linkje egyébként a leírásban megtalálható lesz. Természetesen azzal jönnek, hogy a békét szeretnék ők fenntartani. Az érdekesség az, hogy itt arról beszélnek, hogy egy több nemzetből toborzott, jó kiképzett önkéntes haderő megteremtését szeretnék. Ezt egyébként Brian Orkart főtitkár helyettes volt az az ENSZ-ben, aki javasolta. Ennek a haderőnek a bevetése a biztonsági tanácsban dőlne el, az állandó tagok által megvétózható lenne. Ez eloszlathatná a nemzetek felettiségtől való félelmet, természetesen itt az usa gondolnak, ami eddig mindig megakadályozta egy állandó ENSZ hadsereg felállítását. Egy ilyen haderő megteremtése lenne a logikus, következő lépés a nemzetközi rendszer fejlődésében. Nézzük, hogy mi ennek az akadálya. Természetesen az Egyesült Államok, amely hagyományosan írtózik attól az elképzeléstől, hogy az amerikai katonák idegen parancsnokság alatt szolgáljanak a gondolkodás alapvető megváltozására van szükség. A venitasintézet.hu szintén ír az új világrend nemzetközi konferenciáról, ez ugye december 12-én volt. Érdekes módon itt ezen a képen látható, ugye körbeülik ezt az asztalt, amin egészen véletlenül a lapos térkép látható. Új világrend született címmel a 20. század intézet szintén tudósított erről a konferenciáról. Orientalista.hu azt írja, új világrend van kialakulóban ez tavaly december 4-én. Ennek az új világrendnek egyébként az úgynevezett klímaváltozás, ez az egyik pillére, illetve az egyik indok, hogy ezt létre kell hozni, ugyanis az idézőjelbe, tehát globális felmelegedés, a klímaváltozás, mind-mind olyan problémák, amelyet csak együtt tudunk megoldani. Ez a G20 csúcsértekezletről szól, egyébként ez Argentinában, Buenos Airesben volt 2018-ban. És itt ismét az Egyesült Államok volt az egyetlen, aki külön bekezdésben nyomatékosította elutasító álláspontját és hangsúlyozta, hogy a természetvédelme mellett továbbra is az összes elérhető technológia és energiaforrás felhasználását tervezi, tehát egyértelműen elutasítják a klímaváltozással kapcsolatos megállapodásokat. Pesut Tamás közgazdász azt mondja, hogy 2008-as válság után jelenleg egy új világrend van kialakulóban. És figyelembe kell venni azt, hogy manapság a világban egy rendkívül nagy átalakulás folyik a gazdaságpolitikában. Trump egyébként a találkozó előtt jelezte, hogy nem akar részt venni egy közös megbeszélésen Vladimir Putyinnal. Ezt a lépést persze furcsának találták, ezt Póca István jelentette a helyszínről. Fülelje mindenki arra, hogy mi az, amit az Echo TV-n hallhatunk Szijjártó Pétertől. Magyarországnak és a világnak is jó hír az új amerikai elnök politikája, mely szerint minden nemzetnek a saját érdekeit kell szem előtt tartani. Hangsúlyozta a Szijjártó Péter a századvég alapítvány Új Amerika születik címmel tartott konferenciáján. A külgazdaság és külügyminiszter szerint új világrend van kialakulóban, nekünk pedig az a feladatunk, hogy hazánk érdekeit védjük és a változásokat a saját javunkra fordítsuk. A külgazdaság és körülminiszter szerint új világrend van kialakulóban. A külgazdaság és körülminiszter szerint új világrend van kialakulóban. A külügyminiszter szerint egy új világrend van kialakulóban. A külügyminiszter szerint egy új világrend van kialakulóban. Ezt is megnézheti mindenki, akit érdekel, új világrend van kialakulóban. Ez az ECO TV riportja. Sőt, a Hír TV labzárta című műsorában szintén arról beszélnek, hogy új világrend. Azt szerettem volna bemutatni ezzel a videóval, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki az új világrendről beszél, ez természetes, sőt, most már ez a közéletben is teljesen nyilvánvaló, hogy egy új világrend születését láthatjuk. Mindenkinek fel kell készülnie arra, hogy ebben az új világrendben majd egy oldalt kell választania. Azt ne felejtsen senki, hogy csak akkor lehet helyes döntést hozni, hogyha az ember, ismeri a teljes igazságot, a szereplőket, a játékszabályokat és az eseményeket. Jelen pillanatban pedig a legtöbb ember ezt nem mondhatja el magáról. Ezért mindenkinek meg kell próbálni legyőzni a saját egóját, a programot, amit kapott, illetve a szoftvert, amit az agyára letöltött. Mert csak akkor tudja elkezdeni az ember megismerni a valóságot, hogyha már ezeken túl van. És majd utána lesz képes meghozni a döntést helyesen. De legalábbis megalapozottan.